Csárdi Antal képviselő urat illeti a szó, 2 percben. Köszönöm szépen a szót. 20-szorra gyújtjuk be ezt a javaslatot, és önök 20-szorra szavazzák le. És én azt gondolom, hogy most beszélhetnék áldozatokról, beszélhetnék bűnösökről, de nem teszem. Nem teszem, mert inkább arról szeretnék beszélni, hogy az önök politikája tökéletes folytatása a Magyar Szocialista Párt munkájának. Igaz, az eszközök modernizálódtak, most már megjelenik a gazdaság, most már megjelennek modernebb eszközök a megfigyelésre, de gyakorlatilag semmi nem változott. Már egyértelműen kiderült mindannyiunk számára, hogy önöknek semmi bajuk nem volt a szocialista múlttal. Önöknek egy bajuk volt vele, hogy nem önök ültek hatalmon. És ezért, és ez tökéletesen indokolja azt, amit most látunk, amit láttunk az elmúlt években, hogy önök 20 alkalommal is leszavazták, hogy ez a javaslat a tisztelt ház elé kerüljön. De ez nincs ok nélkül, és értjük, hogy miért. Kövér László, MSZMP tag. Járai Zsigmond, MSZMP tag. Matolcsi György, MSZMP tag. Martonyi János, MSZMP tag. Schmidt Pál, MSZMP tag. Hoffmann Rózsa, MSZMP tag. Pintér Sándor, MSZMP tag. Mikola István, MSZMP tag. Fónagy János, MSZMP tag. Túri Kovács Béla, MSZMP tag. És Harrach Péter is MSZMP tag volt. Hogyha valaki esetleg nem értené még most se, akkor most remélem sikerült megvilágítanom, hogy miért van az, hogy maguk ezt soha nem támogatták. Egy dologgal, egy mondattal tudom zárni ezt a rövid hozzászólást. Önök a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt tökéletes ideológiai és szellemi örökösei. Köszönöm szépen!